régészeti, szellemi és épített örökségek. Ezen a három pilléren nyugszik Magyarország nemzeti öröksége. A kormány mindegyiket más-más formában segíti, közülük az épített örökségek védelmét kiemelten kezeli a támogatások tekintetében. Ennek egyik formája a vidéki épített örökség megóvását, megőrzését és fenntartását célzó népi építészeti program. Ez az első olyan lehetőség, amire magánszemélyek is tudnak támogatási kérelemmel fordulni, és talán a legnehezebb helyzetben lévő örökségi elemünk a népi építészet, hiszen ezek olyan anyagból épült épületek, amelyek nem tartósak. Gondolok a kőépületre, veszőből fonatva sárépületekre, és sorolhatnám, hogy mi mindenre. Ezekre is magánszemélyek több 10 millió forint erejéig nyújthattak be, és nyújthatnak be támogatást 2018-ban. A népi építészeti programon túl a Nemzeti Kastély Program és Nemzeti Várprogram keretében országosan 20 kastély és 19 vár újul meg. Ezek közül három a megyében. Egyrészt a Tiszadobi Andrássy kastélynak a második üteme, amely nagyon szépen felújításra került, de most a parkkal, illetve a melléképületekkel, illetve az újkeltéssel részt tud venni a programban. A vár, az Észak-Alföld egyetlen vára, az a Kisvárdai vár. Itt egy 1,5 milliárd forintos projekt keretében egy új típusú kiáltás létesül, és egy olyan unikális épületbővítés jön létre, ami illeszkedik a több évszázad alatt létrehozott Kisvárdai vár eredeti tömegéhez. Másrészt pedig olyan modern, új kultúra és közösségi teret tud teremteni, amelyben a látogatók jól érzik majd magukat, és egy interaktív kiáltás tud létesülni, amely feldolgozza a vár történetét. A Komlotot falui Becski Kossuth kúriában pedig egy kúria látogatóközpont jön létre, ami a köznemesség egykori életformáját mutatja be. Még 2009-ben indult el a középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben című turizmusfejlesztési projekt. Az út idén elnyerte a kiváló európai desztinációk program Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja díját. Az út több mint 90%-ban református műemléki templomokat tartalmaz. A református egyház éppen ezért további fejlesztéseket tervez, így megújulhat a Kölcse és a Tarpai templom, de a megyébe érkező turistákat is szeretnék kiszolgálni. Szeretnénk látogatóközpontokat kialakítani, hiszen aki eljön erre a vidékre, az a komfort érzetében most még hiány szenved, de szeretnénk, hogyha ez változna, és a templomokhoz méltó fogadótér lenne olyan kiállításokkal, amelyek bemutatják az emlékeinket. A kulturális örökségvédelemben a határmenti és határon átnyúló programok kiemelt szerepet kapnak. Egyrészt politikai, nemzetpolitikailag is fontos ugye a határon túllévő magyaroknak a kvázi összekapcsolása, visszakötése, és hát az egyik legnagyobb örökségünk ugye az a kulturális örökség, ami mindig fenn fog maradni. Tehát független attól, hogy mondjuk milyen nyelven beszélnek azon a területen, de a Magyarországnak a kulturális öröksége, az ugye az épített hagyomány pláne, az fenn fog maradni, még reméljük évszázadokig is. Tehát ez kötelességünk megőrizni. Az örökségvédelmi fejlesztések a műemlékek megőrzésén túl további célokat is szolgálnak. Egyrészt turisztikai célt szolgáljunk, hiszen a turisztika, a turizmus szolgáltatás egy egyre növekvő ágazata a nemzetgazdaságunknak egész világon, tehát ebben is részt kell vennünk, aktívan kell részt vennünk, és ezzel az emberek helyben maradását, a vidék élhetőségét szolgáljuk nyilvánvalóan, és hát önértékként is tekintünk persze a kulturális örökségünkre, hiszen kötelességünk ezeket az értékeket megőrizni és továbbadni a következő generációkra. A műemlékek védelmét Európai Uniós szinten is kiemelten kezelik, így például idén májusban az Európai Parlament és az Európa Tanács a 2018-as évet a kulturális örökség európai évének nyilvánította. A nemzetközi tematikus év általános célkitűzése, hogy a kulturális örökség szereplőivel és a civil társadalommal közösen előre mozdítsa és támogassa az Európai Uniót, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat Európa kulturális örökségének védelmében, megóvásában, fejlesztésében és népszerűsítésében.